Nagyon jó témával megyünk tovább, már javában folyik itt a stúdióban a beszélgetés. A téma az, ami majd egy konferencia témája, előadások azoktól, akik Skandináviát formálják. Két vendégünk van a stúdióban, Varga Veronika, kezét csalkam, jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok. Ön a Skandináv Ház Alapítvány vezetője, de eljött önnel Dologman Hédi, az alapítvány egyik kuratóriumi tagja. Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen, hogy eljöttek mind a ketten. És ott fejeztük be mi itt a stúdióban a beszélgetést, hogy évről évre van egy felmérés, ilyen, nevezzük ezt ilyen boldogságindexnek, vagy legalábbis ezt én hívom így, amely különböző országokat kérdeznek meg, és a skandinávok valahogy mindig élen járnak ebben. Én úgy emlékszem, hogy egyébként ebben a dánok a legboldogabbak szerte egész világon, de most azt mondták, hogy a norvégok beelőzték őket? Igen, most átvették az első helyet, és a dánok visszacsúsztak a második helyre. Ez egy nagy, ez depresszióba estek, gondolom ettől. De lehet, hogy kicsit több antidepresszás, mint az országban. De most tényleg egyébként a skandináv országok ennyire boldogok? Tehát az ott élő emberek? Vagy ezt csak kitalálták maguknak? Hát azok alapján, a mérések alapján, ami alapján ezt megállapítják, igen. És igazából ez az egyik oka is annak, hogy a konferenciát rendezzük, mert nem csak ebben az elsők, hanem szinte minden felmérésben, ami az európai országokkal kapcsolatos. Ugye gondoljunk a finneknél az oktatásügyre, azzal is tele volt a magyar sajtó, de náluk a legjobb az egészségügy, nagyon jól működik a gazdaság, nagyon jó nagyon élhetőek a városaik. Szóval szinte minden, nincs gyakorlatilag olyan felmérés, amiben valamelyik skandináv ország ne lenne az elsők között. Most ugye a kutatóorvostól kezdve az építészen át a klímaszakemberig sokan tartanak előadást. Miért pont éppen ezeket a témákat és ezeket az embereket ajánlják a magyarok figyelmébe? Úgy próbáltunk válogatni, hogy nagyon különböző területről jöjjenek, illetve azokról a területekről, amikről a magyar embereknek eszébe jut Skandinávia. Tehát mondjuk az építész, várostervező, kerékpáros szakember, ugye mindenki tudja, hogy Koppenhága egyenlő kerékpár, illetve az izlandiaknál ugye a génkutatás, egy nagyon különleges, ugye kis számú populáció, azért a svédeknél a környezetvédelem, tehát tényleg olyan témákat kerestünk, amikben ők különösen jók. Igen, Hédi, sikerül majd ezzel a konferenciával a magyarokat megszólítani? Azért is kérdezem, mert hogyha rólunk is van szó ezekben a felmérésekről, akkor rólunk meg mindig úgy beszélnek, hogy az egyik legdepressziósabb nemzet mi vagyunk. Hát nyilván mi ezt azért is szerveztük, ezt a konferenciát többek között, hogy jó példát mutassunk gyakorlatilag, vagy azzal járjunk elő. És azt látjuk tényleg, mióta a Skandináv Ház létezik 15 éve, hogy fokozatosan évről évre egyre-egyre népszerűbbek. Miért ezek az országok és az a régió. Skandináv Ház egyébként? Hát gyakorlatilag annó az volt a cél, hogy betömjük azt a lukat, amit átongott ezen a piacon gyakorlatilag, mert hogy viszonylag keveset tudtunk még Skandináviáról, sokkal kevesebbet utaztak oda, Izland körül még messze nem volt akkor a hype, nem volt még ennyire közkedvelt turisztikai célpont. Oda el kéne mennünk. Azt nagyon javaslom mindenkinek. Igen. De nagyon szép. Igen. És mindenképpen az volt a hangsúlyos, hogy kicsit közelebb hozzuk a magyarokhoz ezt a régiót, mert hogy nyilván nyáron meg úgy egyáltalán nyaralni, pihenni, kikapcsolni, sokkal kevésbé járnak az északi országokba az emberek. Azon kívül, hogy most már azért sokan járnak, meg tényleg aki meg tudja fizetni, azért ott van a térképen ez a célpont. Van olyan kifejezetten jó skandináv gyakorlat, amit mondjuk a Skandináv Háznak köszönhetően emeltek be a magyar köztudatba, valamilyen projekt, vagy akció, vagy bármilyen konkrétum? De jó lenne. Tényleg, de azt gondolom, hogy a nyelvek mindenképp, ugye mi nyelvoktatással is foglalkozunk, és nagyon sok nyelvi klubot is tartunk, szinte minden skandináv nyelvből. Tehát bárki, akit mondjuk érdekel a nyelv, az azonnal tudja, hogy Skandináv Ház. Tudom, hogy ez egy kis szelet, meg talán nem annyira a népszerű része, de mindenképp. Hát aztán a gasztronómia. Gasztronómia is, meg a film. Pontosan. Tehát most indítunk újra a Dán filmklubot is, de korábban is voltak már filmklubjaink ezek is. Nem mondom, hogy egyedüliként Budapesten, azért ez nem igaz, de az biztos, hogyha valakit érdekel a skandináv kultúra, az ismer minket. Követség tekintetében minden van itt, gondolom, Budapesten, ugye?
Hát a három megvan. Északi országnak van, tehát Dánia és Norvégia és Svédország. Ők jó fejek, egyébként segítőkészek? Már az nagyon jó az együttműködés a követségekkel hosszú évek óta, és a finnek is, akik ugyan nem skandinávok, de velük is van együttműködés, és egyedül Izlandnak nincsen nagy követsége Budapesten. Valaki, aki nagyon benne van ebben a témában, mint önök, melyik előadást várja a legjobban? Jój. Hát én mondjuk az izlandi genetikusra biztos, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Pont mert? Azért, mert hogy ők pár évtizeddel előtt még csak egy ilyen 50 ezeres létszámú kicsi ország voltak, és nyilván miatt a belterjesség, meg hogy egy sziget, ahova azért olyan nagyon sokan nem jöttek kívülről. Fia, hogy meg vagyunk kívülről. Körülve attól, hogy nálunk esett a hó, figyeld ezt a... Jó, annak körülnek, ha nem esik. Úgyhogy gyakorlatilag ott biztos, hogy kiderülnek érdekes dolgok. Tehát ott például szó lesz valószínűleg arról is érintőlegesen, hogy ők pár évvel ezelőtt kifejlesztettek egy olyan mobil applikációt, ami arról szólt, hogy amikor mondjuk valaki elmegy egy szórakozó helyre, és ott ismerkedik, akkor nagyon rövid időn belül ki lehetett deríteni, hogy ők rokonok-e milyen, vagy nem? Hát, hogy mennyire távol és mennyire közeli rokonok. Tehát, hogy, mert hogy ez nyilván fönnáll. Mondjuk ez egy elég specifikus probléma. Az igen. És mondjuk a televíziós producer, aki jön tőle, mit lehet hallani, vagy miért érdemes őt meghallgatni? Én pont őt említettem volna, mert láttam már korábbi előadását, és rendkívül szórakoztató tényleg. Tehát, hogy egyáltalán, hogy hogy jutott eszükbe, mondjuk élőadásban a norvég állami televízióban egy 8 órán keresztül élőbe leadni, hogy hogy megy a vonat Oszlóból Bergenbe. És ami fantasztikus, hogy ez olyan népszerű lett. Is kíváncsi lennék. Hát ez az izgalmas benne, hogy milliókat szögezett a képernyők elé Norvégiában, és nagyon sokáig ez ilyen norvég furcsaságként jelent meg a világsajtóban is, de most már egyre több helyen veszik át. Nálunk is lehetnének olyan régiókat keresni, ahol bekameráznának ilyen vasútvonalakat, mondjuk én tudnék egyet mondani, és azt nézhetnék a nézők. Én a hármas mezróvonalát javasolnám. Az is hízgi. Meg a vezető főkéhoz. Igen. Ugye már említettem önöknek azt, hogy én teljesen az elmúlt egy-két évben teljesen őrültje lettem ugye a skandináv filmeknek. Ez csak egy jó tanács önöknek, hogy ezt a következő konferenciának a programpontjai közé vegyék fel, hogy ne csak ezt a producert hívják el, hanem a skandináv filmeknek a készítőt, mert zseniális igen. krimiket készítenek. Bevallom, hogy próbálkoztunk. Próbálkoztunk, csak nem akartak eljönni. Nem. Hát annyira népszerűek, és annyira évekre előre behadnak táblázva, hogy borzasztóan. Startupokról is lesz igen. szó. Mik a legújabb, leginnovatívabb ötletek most leszámítva ezt a randi applikációt? Hát rengeteg van, ugye azt nem is tudom, hogy mennyire ismert Magyarországon, hogy skandináv ember találta föl például a Spotify-t. Ugye ez nem teljesen új, de mindenki számára ismert. A Skype-ot skandinávok találták fel, akkor annak idején a fájlcserélő, első fájlcserélő programokat szintén skandináv találta föl. De jó, nagyon jó zenészeik is vannak, például a svédeknek, Avicii, Roxette, a Europe. Igen. Visszaidőben. 1970-től, akkor te még ott... Egy korszakon valaki. Igen, valahogy. Igen. És a legújabbak? Tehát ez a... Hú, nem tudom. Hát nagyon remélem, hogy ugye az is érdekes, hogy a finn előadónk, aki ennek az óriási startup rendezvénynek az igazgatója, a fényképek alapján szerintem 20 éves. De hát, hogy ő lesz tényleg a legfiatalabb előadónk, és ő pont erről fog beszélni, hogy ezek a startup vállalkozások hogyan tudják az egész gazdaságot dinamizálni és fejleszteni. Az kiderül, adnak majd csak nagyon gyorsan, hogy valami jó kulcsot arra, hogy hogyan lehet ilyen jóléti társadalmat összegründolni? Hát tartok tőle, hogy így a recept nem lesz meg most szombaton, de abban bízunk, hogy azért hallunk olyan dolgokat, ötleteket, amit tudunk hasznosítani minden napokban. Jól van, és akkor még egy időpont helyszínt, akkor még egyszer mondjuk el, vagy mondják el? Én most szombaton, március 3-án délután 2 órától a Corvinus Egyetem E-épületében, ez a szép régi épület a Fővám téren. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük mi is.